Dongó. Szalma. Horváth. Szépen. Bai. Bai is elcsúszik, de még így jó lett Bokhányinak. Rozs jön ki a kapujából. Ha Bai nem csúszott volna el indítás közben, akkor lehet, hogy ez veszélyesebb lett volna. Így viszont Ottlik beleroboghat a kapu irányába. Ottlik viszi el a kapus mellett, és egyenlít. A 27. percben a vendégek 11-ese, Ottlik Márk egyenlít, 1-1. Az egyik oldalon kimarad a lehetőség, a másikon viszont gólt szerez Ottlik. Neki ez a 7. Ezzel a legeredményesebb a csapatban. Elcsúszott most a védekezése a Móralmi gárdának, középen pedig Ottlik ki tudott ugrani, nem volt les ezúttal. Aztán a kapus mellett már könnyedén elhúzta, és az üresen tátongó ketrecbe talált. 1-1. Nem sikerült megszerezni a második gólt a Móralomnak. Egyenlít a Dorosba. Hazai csere a 73. percben, a 9-es számú Bai Renátó helyett a sérülésből visszatérő 19-es Hevesi Milán a pályán. És akkor a 4. Dorozsmai korner, ezt követően megy a birkózás szokásosan a 16-oson belül. Ottlik. Ott a gól. 74. percben a 11-es szám Ottlik Márk második góljával Móralom Dorozsma 1-2. Hideg zuhany. Alapvető tézis, hogy szögletnél nem cserélünk, ezt mégis meghúzta most a Móralmi csapat. Nem sikerült felszabadítani, Ottlik pedig addig-addig emelgette magának a labdát, hogy lövőhelyzetbe került, és be is talált. Megfordítja a mérkőzést a Dorozsma.